Na, szóval kaptam egy monitort, amit értelemszerűen a kis laptoppal mindjárt ki is fogok próbálni. A leírás szerint, közben kikapcsoltam a tévét, a leírás szerint furcsa a színe. Ezért válik meg tőle az, aki ezt most küldte nekem. Hát, furcsa, tényleg furcsa. Megmutatom, nagyjából így kéne kinézzen. Ez, amit most láttok, természetesen ez a laptopnak a kijelzője. Tehát ez a szín kéne megjelenjen. Na, ezzel szemben ez látható. És a szélén ilyen vibrálás. A legszélén a színsorrend az még, ez így mondjuk úgy, ahogy tűrhető, de semmiféle szín hűség az ügyben nincsen. Tehát kéne kerítenem egy olyan háttér képet, ami majd ezt a problémát jobban megmutatja. Például kék. Na, hát nem egyszerű. Így kéne kinézzen a normál háttér, sima kék eget kell elképzelnünk, és rajta madarakat. Na, ez meg így néz ki. Tehát olyan, mint a 256 színű lenne ugye az egész. Tehát a madaraknál a színátmenet, az messze áll a tökéletestől. Igen, messze. Ráadásul, amikor ő megpróbálja jeleníteni az eltérő színeket, akkor ilyen furcsa átmenetek vannak benne. Természetesen ezt a monitort is elfogadjuk, amely nem fogadnánk el. Ez is sokkal több, mint nagyon sokaknak az, ami jelenleg van. Tehát a semmi. Hát az igénytelenség, a fölöslegesség és a teljes szerkezeti hiba valamilyen összegyúrmázott változata. Hát ritka csúnya a képe, de nem... Ó, micsoda, designe. Ez valóban így látszik, ez a kör. És semmilyen módosítás nem történt a kép előállítását illetően. Tehát valahol ilyen kéknek kéne lennie, és ehelyett ilyen. Tehát kicsit furcsa. Működik, meg könnyű, csak hát borzasztó csúnya. Szóval légy szíves, legközelebb, hogyha küldtök monitort, ami ilyen, ez még jó. Ez még jónak számít. Jó? Azt a másik monitort, ami ezzel előtt volt, azt már tényleg nem akartam levideózni. Ez pont egy olyan monitor, ami a határeset. Tehát ez még az a monitor, amit lehet használni. Kicsit gagyi, kicsit csúnya, de a legfontosabb szempont. Tehát ő nem CRT, hanem LCD, tehát ilyen vékony. És itt nekem nem kell sokat cipelni, mire az adott helyre, tehát a családhoz elérek. Hát kicsit vibrál, kicsit nem. Ez még így határeset. Kikapcsoljuk. Utána vissza. Akkor jobb. Hát ezt szerintem vehetjük nemnek. Mindegy, ez egy gerikomos monitor. Nem tudom mennyire látni. Van neki ilyen frankó menüje, automata beállítója. A menün is jól látni egyébként, hogy a színeket igen erősen dobálja. Kicsit zavaró, de még határeset. Nem olyan halálos. Na, ennyi. Szóval azt akartam mondani, hogy ez így még határeset, amit még oda tudok adni a többieknek.